Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket, szeptember 7-e Regina napja van. 349 éve London városát teljesen elpusztította a szeptember 2-án kitört tűzvész. Ma van a Brazil Szövetségi Köztársaság nemzeti ünnepe. Most következzenek a legfontosabb hírek, először röviden. A migránsválságról tárgyalt Berlinben a szerb kormányfő és a német kancellár. Nincs menekült politikája az Európai Uniónak a magyar miniszterelnök szerint. A hétvégén az 5000-et is átlépte a migránsok száma. Átmeneti befogadóközpontot létesítenek a migránsoknak az autópálya közelében, Belgrád mellett. Szerbia Európai Uniós csatlakozási folyamatáról, a Szerbiából Németországba érkező gazdasági bevándorlókról, illetve az egész Európát sújtó migráns áradatról egyeztetett Berlinben Angela Merkel német kancellár és Alexander Vučić szerb miniszterelnök. A német kancellár szerint Szerbia biztonságos országnak számít, ezért nem kaphatnak menedékjogot Németországban az onnan érkezők. A szerb kormányfő reményét fejezte ki, hogy még idén megnyithatnak néhány fejezetet Szerbia EU csatlakozási tárgyalásaiban. Két hónapon belül harmadszor tárgyalt egymással a német kancellár és a szerb kormányfő. Angela Merkel szerint a Koszovóval kötött legújabb szerb megállapodások újabb lendületet adnak Szerbia európai integrációjához. Dass dies zum Teil sehr mutige Entscheidungen sind, die sowohl von kosovarischer Seite, aber eben auch gerade von serbischer Seite zu treffen waren. Der zweite Punkt, und deshalb will ich ausdrücklich sagen, glauben wir, dass durch diese Ergebnisse auch die Frage des Ingangkommens der Beitrittsverhandlungen natürlich einen wichtigen Impuls bekommen haben, und darüber sollen ja die Gespräche heute auch mit dem Parlament stattfinden. Kiemelte, hogy annak ellenére, hogy hatalmas hullámokban érkeznek Szerbiába a migránsok, az ország felelősen gondoskodik róluk. Hozzátette, hogy Szerbiát biztonságos országnak tartják, ezért a szerb állampolgárok, akik Németországban kérelmeznek menekülstátuszt, nem jogosultak erre. Und dass wir alles tun wollen, um den jungen Menschen in Serbien eine Perspektive zu geben, aber dass der Aufenthalt von Serben in Deutschland im Allgemeinen keine Begründung ist für den Antrag auf Asyl. Alexander Vučić reményét fejezte ki, hogy Szerbia még az idén megnyithat néhány fejezetet az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások során. Očekujemo otvaranje prvih poglavlja što pre, mi se nadamo ove godine. Mislimo da smo teške zadatke koji su bili pred nas postavljeni obavili i još mnogo toga ćemo u budućnosti imati da obavimo. A szerb miniszterelnök támogatta a német kancellárt abban a kezdeményezésében, hogy csökkentse a menekülteknek járó juttatásokat. Véleménye szerint ez visszaszoríthatja majd a hamis menedékkérők számát. Fontosnak tartotta megkülönböztetni a gazdasági menekülteket a háború elől menekülőktől. Srbija se ponašala odgovorno, Srbija se ponašala ozbiljno, Srbija se ponašala evropski, iako je samo zemlja kandidat. Mi smo prva zemlja, svakako nismo prva zemlja na tlu Evrope na koju su oni kročili, ali smo prva zemlja koja je registrovala izbjeglice, prva zemlja koja je obavila medicinske preglede, koja je obavila medicinske intervencije ukoliko je bilo potrebe. Također bih rekao, zemlja koja čeka konačan dogovor Evropske unije, i za nas ovo nije problem Nemačke, ovo nije problem bilo koje pojedinačne zemlje, ovo je problem cele Evrope. Alexander Vučić kijelentette, hogy Szerbia kész együttműködni Németországgal, de a régió és Európa minden államával is annak érdekében, hogy a migráns áradat által okozott gondok kezelhetők legyenek. Franciaország hajlandó befogadni 24 ezer menedékkérőt, Németország 6 millió eurót fordít a menekült kérdés megoldására, míg Ausztria nem tervezi az elkövetkező időszakban lezárni határait. Angela Merkel német kancellár sajtótájékoztatón ismertette Németország terveit a migráns válság kezelésére. Ausztria az elkövetkező időszakban sem tervezi megerősíteni újra az osztrák-magyar határ ellenőrzését. Annak ellenére sem, hogy Werner Faymann osztrák kancellár a hétvégén azt nyilatkozta, hogy vissza kell vonni fokozatosan az elmúlt időszakban meghozott intézkedéseket a migránshelyzet kapcsán. Hétfő délelőtt François Hollande francia államfő bejelentette, hogy az Európai Bizottság 120 ezer menekült elosztását javasolja majd az elkövetkező két évben. Ennek megfelelően Franciaországnak mintegy 24 ezer embert kell befogadnia, melyet az államfő szerint vállalni tud majd az ország.
Milan Chovanec, cseh belügyminiszter kijelentette, hogy az egyre intenzívebb migráns áradat Csehországot is veszélyezteti. A helyzet kezelésében a belügyminiszter szerint támogatni kell Magyarországot, így Prága pénzt, rendőröket és műszaki eszközöket ajánlott fel segítségül. Berlinben Németország kormánya hétfő délelőtt döntött arról, hogy összesen 6 millió eurót különítenek el a menekült kérdés megoldására. Ebből 3 milliót a szövetségi államok és helyi tanácsok kapnak, míg további 3 milliót szövetségi programokra, például támogatásokra költenek. Nagyon sok intézkedést kell tennünk annak érdekében, hogy leküzdhessük ezt a kihívást, és szeretném előre bocsájtani, hogy ez a közös véleményünk, hogy itt az Európai Unió erejére is szükségünk van, hiszen csak közös európai szolidaritással tudjuk majd ezt az erőpróbát kiállni. Az értékek Európája vagyunk ugyanis, és egy olyan Európa, amely az arcát értelmes módon kell, hogy megmutassa, és a nemzetközi államok közösségében az okoknak a leküzdésében is részt kell vennünk. A német kormánykoalíción belül egyébként egyre többen támadják a német kancellárt. A bajor miniszterelnök azt mondta, a kancellár múlt heti nyilatkozatai felbátorítják a migránsokat, hogy útra keljenek. Kell egy terv, ez ilyen egyszerű. A polgármester azt mondta nekem, a város túl sokáig ezt nem tudja csinálni, még akkor sem, ha lakosság odaadóan segít, fogalmazott Horst Seehofer. A politikus úgy véli, a migránsok ellátása ügyében a 10 milliárd euró is kevés lesz, hogy a váratlan kiadásokat fedezzék. A hírek szerint a hétvége folyamán 20 ezer Magyarországról indult migráns érkezett Németországba, és további 10 ezer főre lehet számítani. A tervek szerint a migránsokat a lakosság nagysága és az adóbevétel figyelembevételével osztják majd szét a német tartományok között. A jelenleg koalícióban lévő vezető német pártok hétfői 5 órás egyeztetésükön megállapodtak abban is, hogy szűkítik a nem biztonságosnak ítélt országok listáját. Ennek fényében Albánia, Montenegró és Koszovó is a biztonságos országok közé kerül majd. A változás oka, hogy így Németország a Szíriából, Irakból, Afganisztánból érkező menekültekre koncentrálhat majd, hiszen ők ténylegesen háború és viszály sújtotta területekről érkeznek. Európának nincs konkrét terve a migráns kérdés rendezésére, mondta Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke a budapesti nagyköveti értekezleten tartott előadásában. A kvótarendszer megtárgyalásának lehetőségét nem zárta ki, azonban szerinte nem időszerű a kérdésről beszélni, ugyanis a kvótarendszer a következményeket orvosolja, azonban a bevándorlás tényleges okait nem oldja meg. Az elmúlt időszak azt bizonyította, hogy Európa kivételével minden nemzetközi szereplő megfelelően felkészült, hiszen egyebek mellett sem Ausztrália, sem pedig az Egyesült Államok nem fogad migránsokat, mondta Orbán. Előadásában elhangzott továbbá, hogy illúzió azt gondolni, hogy az ideérkezett menekülteket vissza lehet majd küldeni, sőt, sokkal nagyobb politikai kockázatot és emberi szenvedést jelent a már itt tartózkodók visszaküldése, mintha a problémákat ott kezelnénk, ahol azok kialakultak. A kormányfő elmondta továbbá, hogy az Európai Unió helyesen döntött, amikor elég ellényegtelenítette a tagállamok határait, azonban Magyarországnak vannak külső határai is, amelyeket meg kell védenie. A bevándorlók nem a biztonságukért futnak, ugyanis aki eljutott Törökországig, Görögországig, vagy annál tovább, az már biztonságban van. Ők a német életet nézték ki maguknak, mondta a miniszterelnök. Az az ország, amiknek nincsenek határai, vagy szükség esetén nem tudja azokat megvédeni, az nem ország. Most természetesen az Európai Unió a mi nézőpontunkból is helyesen döntött, amikor az Európai Uniót alkotó országok egymás közötti határainak ellényegtelenítéséről hozott döntést. Meg ezzel nem szüntette meg őket, hiszen Ausztria és Magyarország között van határ. Reggeli csaknem 1000 migránst fogtok el ma Magyarországon, a hétvégén az 5000-et is átlépte a migránsok száma. Röszkén a gyűjtőponton rendőri jelenlétre is szükség volt. Több mint 5000 határsértőt fogtak el a hétvégén Magyarországon. Pénteken 2181, szombaton 1002, vasárnap 2203 volt az elfogottak száma. A legtöbb migránst mindhárom nap Csongrád megye déli részén tartóztatták fel. Többségük szír állampolgárnak vallotta magát. Folyamatosan érkeznek a határsértők Magyarországra.
Éjféltől reggel 8 óráig 999 illegális bevándorlót fogtak el. Velük együtt 167.740-re nőtt idén a tiltott határátlépést elkövetők száma. Egyre nehezebben tudják kezelni a helyzetet Röszkén. Ma délelőtt például migránsok egy csoportja megpróbálta elhagyni a Röszke külterületén kialakított rendőrségi gyűjtőpontot, tudta meg az MTI. Miközben megpróbálták őket visszatartani, az elsősorban férfiakból álló csoport tagjai többször nekiindultak a rendőröknek, de nem kellett testi kényszert alkalmazni, gumibotot vagy könnygázt használni. A feltehetően főként afgán férfiakból álló csoport tagjai a Freedom, Szabadság és No Camp, Tábor Nem jelszavakat kiáltozták. A röszkei gyűjtőponton mintegy 500 ember töltötte az éjszakát, amelyet a hidegre fordult idő miatt sátrakban és tüzeket gyújtva próbáltak átvészelni. A rendőrség buszokkal viszi el a migránsokat az idegenrendészeti előállítóba, de a határsértők folyamatosan érkeznek az 1 kilométerre lévő zöld határól a Horgos-Szeged vasútvonal mentén. Szinte üres a keleti pályaudvar a korábbi napokhoz képest, mondják a budapestiek. A Pannon RTV tudósítója vadlövő Gabriella azonban a helyszínen több száz menekülttel találkozott. A keletiből jelenleg járnak a vonatok Ausztria felé, a migránsok folyamatosan megtöltik ezeket a szerelvényeket. Amíg várnak, a földön fekszenek vagy sátrakba húzódnak. A menekültek ellátása és a környék takarítása, fertőtlenítése folyamatos. Migráns van jelenleg is a keleti pályaudvaron, vagy megkockáztatnám, és azt mondom inkább, hogy 1-2, esetleg 3000-en is vannak itt. A helyiek mégis azt mondják, hogy ez semmi az elmúlt napokhoz képest. Azt mondják, hogy üres a keleti pályaudvar most, ahhoz képest, ami pár nappal ezelőtt volt. Itt újra járnak a vonatok Ausztria felé, tehát Győr, Hegyes, Halom, Ausztria felé már járnak a vonatok, ezért van az, hogy kevesebben vannak itt a migránsok az elmúlt napokhoz képest. Egyébként éjszakánként, amikor valamennyire kiürül a keleti pályaudvar, akkor folyamatosan takarítják, fertőtlenítik azt. Mintegy 2200 migráns fordul meg naponta a magyar-kanizsai pihenőtáborban, napközben is érkeznek Belgrádból autóbuszok, de az esti órákban jönnek nagyobb számban. Hosszabb, rövidebb pihenés után Horgos érintésével a zöld határ felé veszik az irányt. Hétfőn is folyamatosan érkeztek a migránsok Horgosra. Autóbuszokkal, taxikkal és gyalog is jöttek bevándorlók a településre. A Magyarország felé tartó simpár mellett csoportokban várakoztak, majd rövidebb pihenő után a zöld határ felé indultak. A magyar-kanizsai pihenőtáborban 400-500 migráns tartózkodott napközben. Fél óránként érkeztek a belgrádi autóbuszok, az utasok egy része a táborba ment, többségük viszont a lehető legrövidebb időn belül a szerb-magyar zöld határ felé vette az útját. A táborvezetők és a helyi illetékesek ismét estére várják az ország déli részéből érkezők nagyobb hullámát. Próbáljuk takarókkal ellátni őket, ivóvízzel, élelemmel, amennyink van, az orvosi szolgáltatást biztosítani, és hát aztán jönnek az autóbuszok, ugye mindamelyikek ide is hordják őket, de nagy részük persze gyalog is útnak kell, egyelőre még működik a horgosi átkelő, hogy ez meddig lesz, ezt nem tudjuk, félünk tőle őszintén, hiszen akkor itt keletkezhet egy dugó, amivel hát ha most kérdeznek, azt mondom, hogy nem tudnánk megbirkózni, valószínűleg abban a pillanatban ismét mindent megtennénk, hogy ez rendben jöjjön. Folyamatosan érkeznek a migránsokkal teli autóbuszok a magyar-kanizsai pihenőtáborba. Eközben külföldi segélyszervezetek ebédet osztanak. A migránsok túlnyomó többsége szírnek mondta magát, de afgánok, irakiak, indiaiak és bangladesiek is vannak közöttük. Személyes dokumentumok hiányában azonban nem állapítható meg, hogy valójában ki is menekül a közel-keleti országokból. A magyarországi hírek a regisztrációról a táborban is gyorsan terjednek. I'm a bit worried about what's happening in Hungary. I'm not afraid about myself, I'm afraid about my cousins and the future of the kids here. We have kids with us, we have kids, we have everything to afraid of. But we are going to have hope. We have hope already. We have faith and we're going to go straight away to Germany.
Naponta mintegy 2500 migráns fordul meg a magyar-kanizsai pihenőtáborban. Az ideérkezők pontos száma viszont nem ismert, mivel nem mindenki veszi igénybe az önkormányzat által felállított tábort. Átmeneti befogadó központot létesítenek a migránsoknak az autópálya közelében Belgrád mellett, jelentette be a szociálpolitikai miniszter. Alexander Vulin azt mondta, az új helyen a menekültek mindent megkapnak majd, amire szükségük van. Ételt, italt és a szállításuk is egyszerűbb lesz az autópálya közelsége miatt. Belgrádban már létezik egy migráns pihenőhely 1800 férőhelyel, de mivel az messze van a strádától, csak kevesen használják, a menekültek inkább hotelekben, hostelekben szállnak meg. A tárcavezető arról is beszélt, hogy közös európai megoldásra van szüksége. Hogy mi nem tudjuk dugo, a pogotovo ne u nekom neograničenom periodu da sami finansiramo sve ovo, to nikako, ali ono što nam je potrebno, potrebna je politička volja Europske unije. Ali politička volja koju će formulisati zajedno sa Srbijom, ne politička volja koja će nam biti servirana. Ako smo deo problema, moramo da budemo deo rešenja problema. Inače ćemo biti samo problem. A taj problem se neće završiti u Srbiji. Taj problem će završiti negde drugde. Da bi bio rešen, mora biti konsultovana Srbija, mora biti poslušana Srbija, moraju se proceniti naše mogućnosti i naravno da nam se mora pomoći. Felszólította az Európai Uniót a szerb külügyminiszter, hogy találjon közös megoldást a migráns helyzetre. Ivica Dačić szerint Szerbia nem fizetheti meg annak az árát, hogy az EU-nak nincs közös politikai válasza a kérdés kezelésére. A tárcavezető azt mondta, a Szerbián keresztül szombatig több mint 120 ezer bevándorló haladt át. Közülük 108 ezer jelezte, hogy kérvényezi a menekült státuszt, azonban ez csak 500 tette meg. A szerb diplomácia vezetője szerint ez azt jelenti, hogy a migránsok nem akarnak Szerbiában maradni. A kerítés építés nem megoldás, európai választ kell találni a migráns helyzetre, mondta Nebojša Stefanović. A belügyminiszter szerint Szerbia kész kivenni a részét a feladatokból, de az állam csak tranzitország Macedóniával együtt, ezért nem hárulhat rá a legnagyobb teher. A tárcavezető szerint stabil a migráns helyzet Szerbiában. Nebojša Stefanović kiemelte, a bevándorlók békésen vonulnak át az országon, incidensek nem történnek. Bűncselekményeket csak az embercsempészek követnek el, tette hozzá a tárcavezető. Idén a hatóságok 854 embercsempészt fogtak el. Naša poruka je, u Srbiji se nećemo baviti kriminalom. Prosto to Srbija neće tolerisati. U tom smislu smo lideri i u ovom delu Evrope i opšte. Slušao sam podatke iz drugih zemalja, dakle, osim možda u Mađarskoj gde se intenzivnije sprovodi ova akcija, nisam čuo ni jedan podatak da je neko bio i ali uspešan kao što je Srbija. Tíz szemét evakuálni kellett, amikor tegnap 21 óra körül tűzütött ki egy lakásban Újvidék Heréskert városrészében. Nyolcukat azonnal kórházba szállították a mentőautók, a sérültek között négy gyerek is volt, őket a gyermekkórházba vitték, négy felnőtt szemét pedig tüdőgondozó intézetbe szállítottak. A négy gyereket a vizsgálatokat követően hazaengedték. Nem hivatalos információk szerint a tüzet az okozta, hogy felrobbant egy tévékészülék az egyik lakásban, amely azután teljesen kiégett. A tűzoltók négy csapata érkezett ki a helyszínre, is sikerült eloltaniuk a tüzet, illetve evakuálták a környező lakások lakóit, amiket emelővel jutottak ki az épületből. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Bemutatták az Iriám és Jónibe című előadást Szabadkán a Jadrán színpadon. Páros fogadhajtó versenyt szervezett a Csantavéri Lovasklub. Határmenti együttműködés, fiatalok, mint a fejlődés mozgató ereje, Európai Unió. Ezek a témák kapcsán tartanak nemzetközi konferenciát Újvidéken több ország képviselőinek a részvételével. Külföldi fiatalok érkeztek a hét elején Újvidékre. Elmondásuk szerint szükséges az aktív és felelősségteljes polgári szerepvállalás a fiatalok körében, mert csak így lehet megoldani mindazokat a problémákat, amelyek nehezítik térségünk fejlődését. Stefan Csok, szlovén nemzetiségű trieszti lakos, már többször is részese volt az ilyen jellegű ifjúsági konferenciának. This type of meetings is really nice for the border regions to know the best practices that are applied in Europe and also to share the feelings, the problems and also maybe the solutions for the problems that they can happen in the border areas.
A konferencián megalakult a határon átnyúló kezdeményezések közép-európai segítő szolgálata, vagyis a CESKI, Balkánsz újvidéki irodája. Nagyjából minden témakörrel foglalkozni szeretnénk, ami a határon átnyúló kezdeményezéseket illeti. Itt ez lehet mediáció, stratégiai tervezés és konkrét projektek is. Egy ilyen iroda Magyarországon már több éve sikeresen működik. Azt szeretnénk elérni, hogy azok a sikerek, amiket Magyarország elért a határon átnyúló együttműködésben a franciák jóvoltából, azokat most Szerbia irányába tudjuk átadni, és ezáltal nem csak a magyar-szerb most éppen eléggé problémás határszakasznak a megnyitása és az együttműködés generálása volna a küldetése ennek az irodának, hanem az összes szerb határ mentén segíteni fogják a határon átnyúló együttműködést. Az ötnapos konferencián szó lesz még az EU külpolitikájáról, a nemzeti kisebbségek helyzetéről, valamint az interkulturális párbeszéd jelentőségéről. Kétnapos látogatásra székelyföldi biotermelők mintegy 20 fős csoportja érkezett Magyarkanizsára. A városháza Lackó Róbert, a községi képviselőtestület elnöke fogadta őket. A tanulmányi kirándulás résztvevői vasárnap tótfalusi és oromi biotermelők parcelláit tekintették meg, hétfőn pedig magyarkanizsai kollégáikhoz látogattak el. A városházán ismertették velük az önkormányzat biotermesztés serkentő támogatási formáit és a MetaTerra civil szervezet különféle biotermesztésen alapuló projektjeit. Szeretnénk megmutatni nekik, hogy mi mit kezdtünk el az önkormányzat, a magyarkanizsai önkormányzat, milyen lépéseket tesz az ökogazdálkodás előremozdítása terén, és hát bízunk benne, hogy mi is hallunk hasznos ötleteket, amiket mi esetleg, amikre nem gondoltunk, és amilyen intézkedéseket lehetne tenni annak érdekében, hogy ez a szektor fejlődjön. Bödő Kálmán, okleveles agrármérnök, a találkozó házigazdája előadást tartott a községben és a szélesebb régiónban zajló biotermesztési folyamatokról. A székelyföldi biotermelők hasznos tapasztalatokhoz jutottak látogatásuk során, amelyeket saját gazdaságukban is hasznosíthatnak majd. Mindenki nagyon meg van elégedve, és el vagyunk csodálkozva, hogy itt azért milyen bioélet folyik, és az agyakban már hogy átalakultak az emberek az egészséges gondolkodás, az egészséges életmód felé. A székelyföldi vendégek megtekintették házigazdájuk, a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége alelnökének, Bödő Kálmánnak, a családi háza udvarán kialakított kis biomintakertjét is. A hűvös idő és a szemerkélő eső ellenére sok látogató érkezett szombat délelőtt a Zenta községbeli Bogarasra, ahol kiváló hangulatban tartották meg a dohánynapot és a Kárpát-medencei népzenei és néptánc találkozót. A bogarasiak lelkesen készültek a második Kárpát-medencei népzenei találkozóra. Citerával fogok fellépni, és nagyon sokat készültünk rá. A találkozóra a környező települések hagyományőrző és hagyományápoló csoportjai mellett Magyarországról és Horvátországból is érkeztek fellépők. A mai műsorunkat azt a hagyományápolásnak a jegyébe másodévben szervezzük meg a Kárpát-medencei citera találkozón. De mivel nincs nekünk annyi citerásunk, hogy kitöltsük az űrt citerával, így vannak vendégföllépőjeink a környező falvakból, sőt Magyarországról. A népzenei és néptánc találkozóval párhuzamosan 6. alkalommal szervezték meg a hagyományos dohánynapot. Az esemény a faluban néhány évvel ezelőtt még meghatározónak számító ágazatnak, a dohánytermesztésnek kívánt emléket állítani, ugyanis Bogarason mára már szinte teljesen megszűnt ennek a növénynek a termesztése. Az a baj, hogy kiöregedik a falu, fiatalok tanulnak, elmennek inkább másfelé, és nincs egyáltalán munkás, tehát az volt itt a legfőbb probléma. Utána aztán az értékesítéssel is voltak bajok, tehát minden csak vágtaj a fát alattunk. A rendezvény szervezői kiállításokkal és kézműves foglalkozásokkal is készültek. Különféle régi mesterségekkel, például gölöncsérkedéssel, seprűkötéssel, kosár és kötélfonással, valamint a dohányfűzéssel is megismerkedhettek a látogatók.
Mindenképpen fő célunk volt az is, hogy társítsuk a dohány termeléshez, vagy a dohány napokhoz a régi mesterségeket is, mivel éreztük azt, hogy a dohány, mint mezőgazdasági ágazat, évről évre kihal a falunkban, a fölvásárlók és a dohánygyárak miatt nincs meg fizetve a munkánk, és az emberek abba hagyják a dohány termesztését. A bogarasi dohánynap és a Kárpát-medencei népzenei és néptánc találkozó közösségépítő erejét jelzi, hogy a rendezvény programjai idén első ízben a két helybeli művelődési egyesület, a Cimbora Polgárok Egyesülete és a Búzavirág Művelődési Egyesület együttműködése révén valósultak meg. Vasárnap délután mutatták be Sein Gábor Iriáme és Jónébe című darabját Szabadkán a Jadrán színpadon. A meseleadás a Pécsi Bóbita Bábszínház és a Szabadkai Népszínház közös produkciója. Várjuk együtt a tüzet és a szelet, hogy felszálljanak a vízből. Archetipikus világot varázsolt vasárnap a nézők elé az Iriáme és Jónébe című bábos ősmese. A Bóbita Bábszínház és a Szabadkai Népszínház közös előadása Iriámról, a halkirálynőről, és Jónibéről, a madár királyról mesélt. Szerelmük, elválásuk és egymásra találásuk időtlen történet. Sein Gábor azonos című könyve 2010-ben elnyerte az év gyermekkönyve címet, bár a mese nem kimondottan gyerekek számára íródott. 9-től 99 éves korig ajánlják. Hogy akkor jó egy történet, akkor jó egy mese, hogyha több réteget, vagy több korosztályt is megérint, és talán azt gondolom, hogy így kerülhetett a mesék közé. Pámer Csilla, aki most vett részt először bábos előadásban, Iriámot játsza. Nem igazán fogtam még életembe kezembe bábot, még akár ilyen sík bábot sem. Úgyhogy először furcsa volt, de aztán végül is itt is az derült ki, hogy csak így, mert rá kell engedni az embernek az ösztöneit, meg el kell szabadjára kell, hogy engedje a fantáziáját, és akkor úgy már könnyen. Meg kell vele barátkozni ugyanúgy, mint egy partnerrel a színpadon. Az előadás zenéjét négyen szólaltatták meg. Bogárdi Alíz és Pap Melinda a Pécsi Bóbitából, valamint Bakos Árpád és Miroszláv Jovancsics Szabadkáról. Remek munkafolyamatban volt részük, mondta Pap Melinda. Hogy eléggé összehangolódtunk így négyen a próbák, illetve előadások során. Mindannyian figyelünk egymásra, tehát ha mondjuk Mika elindít egy új zenei szólamot, akkor Aliszka tovább fűzi, Árpi tovább fűzi, én kapcsolódom hozzájuk, tehát igazából mindannyian improvizálunk időnként. A Pécsi Bóbita Bábszínház és a Szabadkai Népszínház közös produkcióját az Iriám és Jónibet most negyedszer játszották, innen Kanizsára viszik, illetve a további előadások szervezés alatt állnak. A Budapest Klezmer Band koncertezett tegnap este Palicson. A formáció 1990-ben alakult hagyományos zsidó zenét játszik. Az esemény az őszi zsidó kulturális fesztivál program sorozatának része volt. A továbbiakban könyvbemutatót, színházi esteket és koncerteket is tartanak. A rendezvényt szeretnék rendszeresíteni a következő években is, ezzel elősegítve, hogy a szabadkai lakosok megismeressék a zsidó kultúrát. Szerdán Zsidó Kántorok Zsidó Lélek című koncertjét élvezheti a közönség a Szabadkai Városháza dísztermében 18 órától. A hangversenyt Magyarország szabadkai főkonzulátusa és a Szabadkai Zsidó Hitközség szervezik. Elhunyt Mirko Vujkovics, Szabadka egyik jeles sportolója és edzője, 73 éves volt. A palicsi születési Vujkovics 40 éven át sportolt vízilabdázó, kézilabdázó és jégkorongozóként, majd éveken keresztül a Spartakus vízilabda és jégkorong csapatát edzette. Jugoszlávia jégkorong válogatottját is vezette. Sportoló és edzőként több kitüntetésben részesült. A kommemoráció holnap 10 órakor lesz a Szabadkai Városháza dísztermében, a temetés pedig ugyancsak kedden, 12 óra 30 perckor a Zentai úti temetőben. Tegnap este folytatódtak a labdarúgó EB selejtezők, a cseh csapat győzött Lettországban, ezzel már biztosan kijutott a jövő nyári franciaországi Európa-bajnokságra. Ugyanebben a csoportban a hollandok hatalmas pofont kaptak a törököktől, és egyre távolabb kerültek az EB részvételtől. Wales csak X-elt Izraellel, így Gareth Bale-nek és társainak még várniuk kell a nagy sikerre. Izland viszont egy Kazahsztán elleni 0-0-val is történelmet írt, mert először jutott ki az EB-re.
A románok elleni pénteki döntetlen után ma Észak-Írország nemzeti 11-ével néz farkas szemet a magyar labdarúgó válogatott. Dzsudzsákéknak kötelezi a győzelem a belfasti meccsen, ha egyenes ágon akar kijutni az Európa-bajnokságra. A csoportból az első két helyezett jut ki direktben a kontinensbajnokságra. Jelenleg az észak-írek állnak az első helyen 16 ponttal, a másodikak a románok 15 ponttal, míg a magyar csapat a harmadik 12 ponttal. Ha esetleg nem is sikerülne az első két hely valamelyikét megkaparintani, Gera Zoltánék reménykedhetnek abban is, hogy legjobb csoport harmadikként szintén egyenes ágon kerülnek ki az EB-re. Ellenkező esetben marad a pótselejtező. Az Észak-Írország-Magyarország mérkőzés 20 óra 45 perckor kezdődik. A találkozót az M4 közvetíti, így a vajdasági nézők többsége nem marad erről a meccsről is. Csak azok tudják élőben követni a találkozót, akik rendelkeznek a magyarországi földfelszíni sugárzás vételéhez szükséges beltéri egységgel. A szerbek ma nem játszanak EB-selejtezőt. Nagyon nehéz mérkőzést játszott Novák Djokovic az amerikai nyílt teniszbajnokság 8. döntőjében. Végül azonban a világ első nagyobb tapasztalatának hála 6-3-4-6-6-3-6-4 arányban legyőzte a spanyol Roberto Bautistát. A több mint 3 órás mérkőzésen Djokovicot alaposan megizzasztotta a védhetetlen tenyereseket ütő, élete mérkőzését játszó spanyol. Végül azonban a csatából a világ első került ki győztesen. A negyed döntőben azzal a szintén spanyol Feliciano Lópezzel találkozik, aki a 8. döntőben a Nadalt búcsúztató olasz Fabio Fognini-t verte 3 szedben. A negyed döntőben van még a francia Jean-Wilfried Tsonga és a horvát Marin Cilic is, míg a hátramaradt 4-8-döntőt ma játsszák. Bácson tartották a fiatalabb szeniorok tartományi súlyemelő egyéni és csapatbajnokságát és az országos felnőtt csapatbajnokság második fordulóját. A tartományi bajnokságon az árokszállási Ervin, Kajdocsi Tamás, Kajdocsi Tivadar, Kanizsai Áron, Polacsek Mário, Rozsnyik Ervin alkotta Spartacus 1952 ponttal az első helyen végzett. Egyéniben Polacsek Mário, Rozsnyik Ervin és Kajdocsi Tivadar tartományi bajnoki címet nyert, Kajdocsi Tamás, Kovács Ádám, árokszállási Ervin, Kanizsai Áron és Beszédes Levente a dobogó második, Tóth Sámuel és Bellér Roland pedig a dobogó harmadik fokán végzett. Két forduló után az országos csapatbajnokság élén a Spartacus áll 3953 ponttal, a 2895 pontos Bácsi Herkules és a 2732 pontos Zombori Radnicki előtt. A csapat rövid időre a romániai Aradra teszi át székhelyét, majd Kanizsai Áron és Kajdocsi Tamás a 20 éven aluliak, Rozsnyik Ervin és Kajdocsi Tivadar pedig a 23 éven aluliak Európa-bajnokságára utazik. Kihalófélben van a páros fogadhajtó verseny a lovasportokat tekintve, ezen változhatna a Csantavér Lovasklub. Már negyed százada minden évben bajnokságot rendeznek ebben a hagyományos sportágban. Csata kiáltással sarkalták győzelemre a lovakat a versenyzők, a hátasok serényen ügettek. Először az egyfogatú versenyeket tartották meg, az első futamgyőztes Osvár Oszkár a helyi klub tagja lett. A takarmányozástól, az edzéstől és a ráfordított időtől is függ a siker, mondta a versenyző. Elég jó kondícióban van a ló, fiatal ló, 2-3 évesen nem indult, most így sikerült a minden verseny más. Kiváló családi program a hétvégi lóverseny. Szurkolsz valakinek? Ki győzött? Az Oszkár. Ez... Neki is szurkoltál? Igen. Csak nem ezren kilátogatnak a csantavéri pályára. Neked miért tetszenek a lovak? Hát a gyorsaságuk, meg a, hogy néznek ki. A páros fogadhajtást is Osvár Oszkár nyerte meg Lauda Ózi és City Boy nevű lovaival. Yeah. 1949-ben alakult meg a Csantavér Lovas Klub, azóta, vagyis már 66 éve megszakítás nélkül működik. Mondhassuk azt, hogy a páros fogadnak itt van a bölcsője Csantavéren. Mert hogyha mink abba hagyjuk, akkor lehet sajnos, hogy itt nagy térségben akkor meg fog szűnni ez a párosfogat. Az ügeti lovakkal való párosfogat versenyzés. A vajdasági vágtának köszönhetően a szűkebb és a tágabb régiót is tekintve egyre több fiatal kezdett el lovakkal foglalkozni.
Van egy ilyen, hogy csantavéri specialitás, ez a kettős ügető futam, amit csak itt Csantavéren rendeznek meg, ami félelmetes. Én leginkább a Formula 1-hez hasonlítanám, lovakra levetítve. A Csantavér Lovasklubnak mintegy 50 tagja van, 15-16 éves fiataloktól kezdve egészen a 80 esztendősekig. Eddig tartott a híradó, legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. A migránsválságról tárgyalt Berlinben a szerb kormányfő és a német kancellár. Nincs menekült politikája az Európai Uniónak a magyar miniszterelnök szerint. A hétvégén az 5000-et is átlépte a migránsok száma. Átmeneti befogadó központot létesítenek a migránsoknak az autópálya közelében, Belgrád mellett. Ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra, ahol a riportjainkat, műsorainkat is megtekinthetik. A viszontlátásra!